A vonal túlsó végén Szimcsák Attila, a Tudatos Motorosok Országos Egyesületének ügyvezetője. Attila, még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadták a megkeresésünket. Egy olyan témáról szeretnénk érdeklődni, illetve beszélni, amely én azt gondolom, hogy minden kétkerekűre pattanónak ebbe a nyári időszakban aktuális lehet, és pedig ez nem más, mint a motoros ruházat, illetve a védőfelszereléseknek a viselete, illetve ezeknek az eszközöknek a használata. Kérem, erről mondjon pár szót, és mindenképpen én azt gondolom, nem csak baleset megelőzés terén, hanem ugye minden motorosnak ez alapvető érdeke, és én úgy gondolom kötelessége is. Igen, én is üdvözlök mindenkit, nagyon egyetértek önnel. Ugye a helyzet az az, hogy jelen pillanatban a KRESZ szerint csak a bukósak használata kötelező, ami ugye legyünk őszinték nem elég ahhoz, hogyha bármilyen motoros baleset történik, akkor megvédje a motorost. Ugye nyilván az egyik legfontosabb testrészünk a fejünk, amit védeni kell, erre érdemes is költeni, tehát fontos, hogy minőségi jó bukossakot vásároljunk, amelyik valóban véd motorozás közben. Viszont nagyon fontos, hogy további védőfelszereléseket is viseljen a motoros. És ez igaz arra is, hogyha mi ugye leginkább túrázunk, és a túráknál az ember több napra készül, felöltözik rendesen, mert nem tudja, hogy milyen időjárás, milyen körülmények fogják fogadni, és ilyenkor mindig rendesen fel vagyunk öltözve, de ez igaz arra is, hogyha leugrom a sarokra, a boltba, a robogommal, mert azért a baleseteknek jelentős része akkor történik, amikor egy kicsit lazábban vagyunk öltözve, meg nem koncentrálunk oda. És ami szerintünk fontos a bukósakon kívül, és talán a második legfontosabb dolog, az a gerincprotektor. Mindenképpen szerintünk kell viselni gerincprotektort. Ebből is többféle van a piacon. Ami itt fontos lehet az, hogy a szigorú szabványat, tehát az L2-es szabványat feleljen meg a gerincprotektor. Aztán ezen kívül, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, zárcipő, motoros kesztyű és protektoros nadrág és egy olyan jacky, amiben a könyök és a váll védve van. A jackyt azt nyáron is szokták váltani olyan hálós protektoringekkel, ami szintén védi a vállat és a könyököt. Az nagyon-nagyon jó, hogyha mellprotektor is van az emberen. És akkor ilyenkor mindig felszállítani a kérdés, oké, de hát megsülünk, és nagyon meleg van nyáron. Igen, ez a motorozás az egy ilyen műfaj, hogy leginkább meleg időben csináljuk, és fel kell öltözni rendesen. Mert hát nagyon nagy galiba lehet abból, hogyha valaki egy cápólóban és rövid nadrágban motorozik. Én már láttam olyat, amikor egy ilyen baleset után, ugye, tehát gyakorlatilag mindenhonnan lejött a bőr, és kezelni kellett a dolgot. Attila, még egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom ebben a nyári nagy melegben, és ténylegesen ti elmondtad, hogy azért többször túráztok, ugye nem utolsó sorban én azt gondolom a motornak a karbantartása, hiszen jelenállás szerint nagyon könnyen nem csak az út meleg, tehát nem csak az útburkolat meleg, nem csak a levegő ugye meleg, hanem tehát egyértelmű, hogy ugye a motor, illetve a motorblokkon is van azért egy olyan hőáradat kifele, amelyben nagyon fontos az, hogy megfelelő ruházatban legyünk. Hát igen, ugye aki fiatal korában kezdte a motorozást, annak biztos, hogy benne, hogy megtörtént vele az, hogy rövid nadrágban a babettának a kifogójához ért a lába, és ott ez keletkezett égési sérülés. Én azt gondolom, aki ezt fiatal korában egyetlen egyszer is megtapasztalt, az pontosan tudja, hogy nagyon tud égetni minden, ami felmelegszik a motoron, leginkább a kipufogó, és hát emiatt is fontos, igen, hogy védőfelszerelésben, vagy teljes motoros ruházatban motorozzunk. Egyébként a motornak a műszaki állapota az a másik olyan tényező, ami befolyásolhatja egy baleset kialakulását, vagy nem kialakulását. Ugye mi, amikor túrázni indulunk, a nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenkinek tökéletes gumija legyen, tehát a guminak az állapota az az egyik legfontosabb dolog, hiszen
ez az, ami tapad, ez az, ami az úthoz köt minket, és hogyha ez kopott, előregedett, régi, rossz minőségű gumi van a motoron, akkor nagyon hamar elfogy a tapadás, és ha nincs tapadás, akkor mindenképpen vízszintesbe kerül a motorkerékpár. A másik, ami nagyon fontos, pedig a fékeknek az állapota, ezt is ellenőriztetjük a túrázóinkkal, hiszen hogyha elmegyünk bárhová a magyar határon kívül, ott kezdődnek a komoly szerpentinek hegyre föl, hegyre le, a féket használni kell, és hát az is nagyon kellemetlen, hogyha ott fogy el a fékbetét, vagy ott szűnik meg a fékhatás, akkor jövünk le egy hegyről, tehát ezek kiemelten fontosak, gumifék, indulásról ellenőrizzük el őket, és hát persze minden más is, amit a Kressz előír, világító berendezések, rugós tagok, egyéb dolgok. Attila, még egyetlen egy utolsó kérdés. Említetted itt a külföldi túrákat, azért tudni, hogy azért ti nem ide idézelve a szomszédba jártok kirándulni. Egy ilyen határon átnyúló kiránduláshoz mik azok az elengedhetetlen dolgok és felszerelések, amelyet úgy gondolod, hogy minden motorosnál jó, ha ott van? Hát azt hiszem, hogy ez a két dolog fontos, amiről eddig beszéltünk, tehát teljes védőfelszerelés, motoros védőfelszerelés, tökéletes állapú motorkerékpár, és hát ugye, hogyha elindulunk túrázni, akkor érdemes arra felkészülnünk, hogy lehet nagyon hideg, lehet nagyon meleg, eshet az eső, tehát a motoros felszerelés, a motoros ruházaton kívül érdemes beszerezni esőruhát, érdemes beszerezni olyan technikai aláöltözőket, amivel melegen tudjuk tartani magunkat, vagy nagy Isten, ugye tudunk egy kicsit lazítani, tehát szerintem ezek az extra fontos dolgok, illetve ami még nálunk kötelező az, hogy legyen külföldre szóló biztosítása a motorosnak, tehát bármi probléma történik külföldön, akkor biztosítva legyen a motoros, tehát a kórházi ellátás az ne ütközön akadályokba. Na hát nagyon szépen köszönjük Szimcsák Attilának, és úgy gondolom, Attila, az őszi időszakban újra visszatérünk, és akkor is meghallgatjuk majd a tanácsaidat, illetve a téli időszakban, hogy is kell eltenni nyugovóra a kétkerekűt, úgyhogy mindenképp folytatjuk. Nem, még. Köszönjük szépen! Várom a hívást! Viszalás!